A veszettség egy gonosz betegség. Az a fajta, amelyik akkor támad, amikor sebzett vagy, az őrület bekerget, és december 6-án eldugi a Mikulás csizmáját. Hé, anyjuk! Olacukám, indulnom kell! Ha ember volna és szembe találkoznál vele egy sikátorban, nyugodtan nagyon verhetnéd, a rendőrség nemhogy nem tartóztatna le, de még köztársasági érdemrendet is kapnál és te választhatnád meg, hogy melyik köztársasági elnöktől. De lesz-e belőle film, amelyikben középosztálybeli veszett zombik hada rohangál habzó szájjal, azt ismételgetve, hogy és nem érti senki, hogy csak egy fogkefét szeretnének, aztán Dustin Hoffman azt mondja, hogy tábornok úr, teljes tisztelettel, meg uram, és minden megoldódik, végefőcím, sóhaj, popkornos böfögés. Janus, hogy nem. Bármilyen rohadt egy betegség, nem terjed egykönnyen, könnyű megelőzni, és idehaza nem is túl gyakori. Évente néhány állati esetről beszélünk. Emberi veszettség utoljára 94-ben fordult elő Magyarországon. Régebben jóval gyakoribb volt, de amióta kötelező a kutyaoltás, a rókáknak pedig speckó ehető vakcinát szórnak ki az erdőben, jelentősen visszaszorult. Szóval, amikor fifikét beoltatod, nem csak attól a guztustalan pénztől szabadulsz meg, pff, hanem Magyarország járványügyi helyzetét is javítod. Bravo! A veszettséget vírus okozza. Aprócska, stílusosan töltény alakú, szereti a death és kedvenc filmje a Mary Poppins. Nem túl válogatós, úgyhogy mindenféle állatot képes megfertőzni a patkánytól a Pokémonig, de idehaza leggyakrabban kistestű emlősökben, főleg rókákban, kisebb részt de nevérekben lehet rá számítani. A veszettség terjedésének fő útja a harapás, mert a vírus a beteg egyed -egy nyálában tömegével van jelen, és szüksége van valamilyen sérülésre, hogy bejuthasson a testbe, és különben is minden valamire való betegség celebb harapással terjed. A harapás helyén a kórokozó gyaníthatóan először a bőr és izomsejtekben szaporodik, amit utál, mert nem jár rá állami támogatás, ráadásul a szervezet védekező állandóan a környéken grasszálnak. Ezért az első adandó alkalommal összecsomagolja a motyóját és olajra lép. Az idegekbe hatol, ahol nem kell félnie az immunrendszertől, és megindul az agy felé olyan tempóval, hogy a melkasát felszaggatja a menet A lappangás idő attól függ, milyen messzire esik a harapás helye az agytól. Megharapott egy veszett róka. Úristen, hol? Nyíregyházán, de ne aggódj már, Salzburgban vagyok, itt az életben nem ér utol a veszed. Aki arcba kapta az áldást, napok, hetek múlva megtapasztalhatja a veszettség tüneteit, a lábújon harapottak viszont akár három hónapig is tünetmentesek maradhatnak. Amikor a vírus eléri az agyat, hogy is mondjam, észbontó bulit rendez. Elszaporodik az idegsejtekben és felborítja az agyműködést. Az új vírus részecskék aztán az idegek mentén egyéb testájakba is eljutnak, így a nyálmirigyekbe is, ahol a nyállal együtt ürülnek. A veszettség tünetei változhatnak állatfajonként és egyedenként is, de sok a közös vonás. Jellemző az izgatottság, a depresszió, az agresszió, a tudatzavar és a szokatlan viselkedés. Ahogy az állapot súlyosbodik, részleges bénulás és légzési nehézségek jelentkeznek, gyakori a nyálzás, a rekedtség és a torok fájdalmas görcse minden nyelésre tett kísérletnél. Utóbbit akár a víz puszta látványa és az ivás gondolata is kiválthatja. Doktor úr, a pistának tudatzavara és víziszonya van. Ez veszettség? inkább alkoholizmus. A betegség végstádiumában görcsök lépnek fel, majd teljes bénulás és tudatvesztés áll be. Innen már nincs messze a halál. É Itt vagyok. Egyes fajok egyedei képesek túlélni a veszettséget. Aztán azt meséltem -e, hogy 67 nyarán megharapott egy veszett néprajzkutató. Ám a kutya, a macska és az ember nem ezek közé tartozik. Aki megveszik, az egy-két héten belül meghal. Eddig ismereteink szerint a veszettség főként működés zavart idézelő az agyban, és nem okoz jelentős mértékű idegsejtpusztulást. Az egyetlen működő képesnek vélt gyógymód a Milwaukee protokoll ezt igyekszik kihasználni. Mesterséges kómába helyezik a beteget, megszüntetve az ámokfutó agy garantált totálkárt okozó irányítását a test felett, és várnak. Várnak arra, hogy a szervezet legyőzze a vírust, abban a reményben, hogy az agy időközben nem változott teljes romhalmazzá, és némi újravakolással, meg tetőszigetelés cserével újra lakhatóvá varázsolható. Sajnos a Milwaukee protokoll csak annyira megbízható, mint a választási ígéretek, és ingyen lesz a sör! és olyan könnyen kivitelezhető, mint a középkorú elhízott férfiak wellness űrutazása. Ez rutin dolog, ugye? <laughs> a megítélése sokat romlott az elmúlt években, mert az új tudományos eredmények azt sugalják, hogy talán nem is érsz sem. Állatok esetében sosem használják, nem utolsó sorban azért, mert veszett állatot gyógykezelni szinte minden tilos. Szerencsére a veszettséget megelőzni tök egyszerű. Erre való a védőoltás, ami kutyáknak kötelező. Az oltott kutya nem betegszik meg veszettségben, még ha össze is maragszik a szomszéd illegálisan tartott veszett grizzlyjével. És az a kutya, amelyik nem tud megveszni, az embert sem betegítheti meg. A vonatkozó jogszabály mondhatni ellenállhatatlanul vonzó javaslata az eboltás protokolljára a következő. Első oltás, három hónapos életkor betöltése után 30 napon belül második oltás, hat hónappal később, további oltások évente egyszer. Az állam időről időre a vad ragadozókat is vakcinázza, mégpedig iszonyat büdös, ehető csaliba kevert oltóanyaggal, amit repülőről szórnak ki. A f*** meg a mosóké! Ilyenkor ebzárlat lép életbe, hogy ne a kutyák egyék meg a csalikat. Kaptál egy levelet, hogy oltani kéne fifikét? Örülj neki, így legalább eszedbe jut, hogy három napja a bolt előtt hagytad kikötve. A kutyád oltásáról gondoskodni azonban végső soron a te felelősséged, ha figyelmeztetnek rá, ha nem. Bár nem egy rendelő értesítőt küld a kuncsaftjainak, ezt nem azért teszik, mert kötelező, hanem önzetlen szeretetből. De mi van, ha minden elővigyázatosság ellenére az embert megharapja egy veszett állat? Mondjuk egy belvárosi kávézóban megmar egy róka. Kész, vége. Lehúzhatjuk a rolót, és ezt meg kell mondani anyunak. Anya, meg vagyok veszve. Az apáttal örökölted. Szerencsére, amíg a vírus még csak az idegekben utazik a harapás helyétől az agy felé, még közbe lehet lépni. Kössük le az érintett végtagot, harapjunk rá egy botra és ragadjunk fejszét, aztán inkább menjünk el orvoshoz, aki beolt minket és megmenti az életünket. A vakcina felkészíti a szervezetet a veszettséggel való küzdelemre, így amikor a kórokozó befut az agyba, esélye sincs elterjedni. Mivel az idegekben töltött idő változó hosszúságú lehet, a bizonytalan esetekben nem szarakodnak, hanem elkezdik az oltási sorozatot már a diagnózis felállítása előtt. Apropó, hogyan születik a diagnózis? A veszettséget időben kimutatni, tehát mielőtt még elérni az agyat, csak a Star Trekben lehetséges. nagy az ön lába veszett. Ezért figyelmünk inkább a harapás elkövetője az esetleges veszettség forrás felé irányul. Mi harapott meg? A rettenetes nyuszilla. Feltéve, hogy nem szaladt el jó messzire. Ha a tünetek és a kórelőzmény veszettségre utalnak, az agy -kor vizsgálata és az agyszövetből készült kutyulékkal egere kísérleti fertőzése teszi lehetővé a biztos diagnózist. Az állatvédelmi törvény értelmében erre csak életfogytos börtönbüntetésüket töltő egerek használhatók. Ezzel együtt a technika helyét lassan átveszi a sejtkultúrák kísérletes fertőzése. Aprócska bökkenő, hogy ezen módszerek nem végezhetők el a beteg élő állapotában. Azok, amelyek igen, így bizonyos testváladékok vizsgálata, kevésbé megbízhatóak és főként embereknél használatosak. Állatok esetében, ha elhangzik a baljóslatúan bűvös, veszettségre gyanús kijelentés, azonnal fekete felhők gyűlnek az égre, és minden további lépés szigorú jogszabályi keretek között zajlik nagybőgő kísérettel. A veszettségre gyanús állat sok jóra nem számíthat, ezért az egyszeri állatorvos jellemzően nem örvend, ha fifikét veszettségre gyanúsnak nevezni komolyan megfontolandó lehetőség. Bárhogyan is dönt, ha a végül téved, az egy csak Norisztól kapott valakba rugással legyen A sok macera és köröm elkerülhető a megelőző veszettség elleni védőoltással. Igaz, hogy csak kutyáknak kötelező, de mindenkinek és mindennek javasolható, ha folyamatos kockázatnak van kitéve, mert például vadász, zoológus vagy Batman. A nevem Batman. Továbbá macska. Ha van macskád, és nem csak a nappali falára szögezve tartod, jól teszed, ha beoltatod. Találkozik odakint mindennel, pocokkal, patkányal, politikussal, és még Isten tudja mivel. És kinek kell egy veszett macska? <laughs> még ingyen se, hát nem vesztem én meg, és másnak se javaslom. Összefoglalva. A veszettség halálos kimenetelű harapással terjedő betegség. Kicsivel rosszabb, mint fogorvoshoz menni. Gyakorlatilag gyógyíthatatlan, de védőoltással megelőzhető, még akár harapás után is. Egy darabig. A kutyákat kötelező oltani, de más állatot is lehet, és életmódtól függően érdemes is. Jó egészséget! A szakmai hitelességre dr. Bakonyi Tamás virológus állatorvos démonvadász kollégám ügyelt. Köszönöm neki!